Kecskeméti Praktiker áruházban vagyunk jelenleg. Én Szilvás Erika vagyok, az áruház vezetője. A Praktiker tulajdonképpen az egyetlen magyar tulajdonban lévő Barkács áruházlánc a magyar piacon. Az első áruházunk 98-ban nyitott, itt Kecskeméten pedig 1999. augusztus 14-én nyitotta meg kapuit az áruház. Azóta, tehát immár több mint 20 éve vagyunk jelen a város életében. Nagyon sok olyan kollégánk van, köztük én is, aki jelen volt az áruház nyitásakor. Néhány több mint 20 éves kollégával dolgozunk együtt. Teljesen széles a skála. Fiataltól egészen nyugdíjas korú kollégáink is vannak. Arányaiban férfiak és nők vegyesen, és iskolai végzettség tekintetében is nagyon-nagyon széles a spaletta. Vannak egyetemi főiskolai végzettséggel rendelkező kollégáink, és teljesen alapvégzettséggel rendelkező kollégáink is. Változó, és nagyon-nagyon rugalmasak vagyunk ilyen tekintetben. Alapvetően korábban az volt a bevált gyakorlat, hogy a kollégáink 4/3-as munkarendben dolgoztak kivétel nélkül. Ez annyit jelent, hogy hetente 4 munkanap mellé 3 pihenőnap társul. Természetesen a munkanapokon 12 órában dolgoznak, és ez lefedi a teljes nyitvatartási időt. Az idő teltével ezen egy picit lazítottunk. Egyrészt nyilván vannak olyan munkakörök, ahol érdemesebb esetleg a társosztályokhoz, a partnerekhez igazítani a munkaidőbeosztást, és például így alakult ki az, hogy adminisztratív munkakörben a kollégáink a klasszikus 8-tól fél 5-ig munkarendben dolgoznak, hétfőtől péntekig, de nem csak a piaci igények miatt alakítottunk ezen a viszonylag szorosnak tűnő 4/3-as munkarenden, hanem a kollégáink igénye is erre a változtatásra ösztökélt minket, hiszen vannak a kollégáink között nagyon sokan olyanok, akik korábban fiatalként, pályakezdőként csatlakoztak a csapatunkhoz, és az évek múltával családot alapítottak, és az inaktív állományból történő visszatérés során felmerült a részükről arra vonatkozóan igény, hogy ne kelljen este 8-ig itt lenni az áruházban. Úgyhogy az ő esetükben is nagyon rugalmasak vagyunk, és próbálunk olyan megoldásokat találni, ami részükre is megfelel, és az áruház szempontjából is kielégítő tud lenni. Ami az utóbbi időben egyre inkább elterjed, az például az, hogy egyre több részmunkaidős kollégával dolgozunk együtt. Az áruházban jelenleg összesen 62-en dolgozunk, és közülük 9-en részmunkaidősek, tehát heti 30 vagy heti 20 órában dolgoznak az áruházunkban. Természetesen ez is azért alakult így, mert olyan élethelyzetben vannak éppen, ami ezt szükségessé tették a számukra, és ezzel is próbálunk segíteni az ő magánéleti helyzetüket megoldani. Abszolút pozitív, és a napi munkavégzésük során ez vissza is köszön, hiszen meggyőződésünk, hogy az együttműködés és a rugalmasság az nagyon nagy mértékben befolyásolja, pozitívan befolyásolja a kollégáinknak a teljesítményét. Hiszen így marad idejük a saját problémáik megoldására és a mindennapi életük megkönnyítésében nagyon nagy szerepet tudunk vállalni. Abszolút nem. Semmi anyagi háttere nincs annak, vagy negatív következménye nincs annak, hogy részmunkaidőben foglalkoztatjuk a kollégáinkat. Abszolút. Nagyon büszkék vagyunk arra az eredményre, amit elértünk ebben az évben, például a fluktuáció terén. Az elmúlt évekhez képest szinte nullára redukálódott az áruházban a kilépő kollégáknak a száma, és azt gondolom, hogy igen, ez részben ennek köszönhető, hogy mint munkáltatók, munkaadók nyitottak vagyunk a kollégák iránt, és segítjük, támogatjuk az ő magánéleti problémáik megoldását is.
Igen, igen, az áruházak között is, illetve a HR osztályunk, a központi HR osztályunk segítségével is megosztjuk a tapasztalatainkat. Részmunkaidős kollégák foglalkoztatása terén is, és ugyanígy például a megváltozott munkaképességű kollégák alkalmazása tekintetében is. Én mindenképpen buzdítom az áruházakat, nem csak praktikás szinten, hanem a kereskedelmi piacon egyaránt. Csak pozitív hozadéka van. Én az eddigi tapasztalatok alapján azt tudom mondani, hogy csak pozitív hozadéka van. Mi is töltődünk ezzel, mert meghálálják a kollégák tulajdonképpen a munkájukkal azt a hozzáállást, pozitív hozzáállást, amit tanúsítunk irántuk. A nyitottságra buzdítok mindenkit, és azt gondolom, hogy nem szabad ettől félni a változtatásoktól, hogyha kellőképpen elkötelezzük magunkat a terveink mellett, akkor nagyon jó dolgok alakulnak ki ezekből a változtatásokból. Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.